Most szép napot kívánok, sziasztok! Itt vagyunk ismét egy újabb gép összerakással. Aki látja, az elcsodálkozik, hogy úristen, Heszi papa rak össze valamit, és mekkora hatalmas amerikai felségjelek vannak rajta a repülőgépen. Mi történt Heszi papával? Hát a helyzet a következő. Nagyon-nagyon régen, még nagyon pici koromban nekem ez a gép, ez borzalmas nagy kedvencem volt, és akkor megláttam ezt, akkor a barátnőm megjegyezte, hogy mennyire tetszik ez a Lockheed P-38L Lightning, ugye, hát ugye ezt csúfa, a Betze neve ugye létra is szokott lenni, amiatt, hogy olyan, mint egy létrának az elrendezés, ugye létre volt a Betze neve neki, és hát az egészben az érdekesség, hogy én ezt nem is vártam, hogy ezt valaha meg lesz nekem ez a repülőgép, ugye el voltam vele, hogy hát tök jó, meg milyen jó, hogy van ilyen gép, de nem foglalkoztam vele különösebben, és amikor megkaptam a U48-as tengelyaltjárót, születésnapomra, azzal együtt őt is megkaptam, és ugye jeleztem felétek, hogy meg fogom ezt a gépet építeni. Nagyon szépen néz ki. Az érdekesség az, hogy a Kobi jövő évi kínálatában kijött ez a gép, több elemet fog tartalmazni, mint most, de szerintem ennek a festés sokkal szebb, mint az új gépé. Az gömbölytetebb, tehát hogy még ugye jobban építkeztek ezekre a téglap és négyzet alakú elemekre, tehát itt ez a hátsó része az új gépnek sokkal gömbölyűbb, nagyjából az orra hasonló, de ilyen nagyon csúnya zöldre van festve is, és igazából ez a gép ez ezüst színben szép. Tehát nem azért, mert az enyém ilyen, hanem a Lightning az ezüst színben szép, és mert ugye a Lightning az ugye villámlást jelent, és ugye hát a villámlás nem zöld, hanem általában valamint csillogós valami. Jó, na ennyit erről, ugye amint látjátok, ugye 395 kockás lesz az alkotmány egy darab figurával, aki benne ül, ugye itt még ugye mentek a promó egyéb dolgok, és ugye van egy invite code a World of Airplaneshez, és egy Supermarine Spitfire Mark 1A-t, egy hangárszatot és 3 prémium napot ad az invite code, amit tartom az a füzet. Azt mondja, a gép az 41,5 centi széles lesz, és egészen pontosan 29,5 centi hosszú, tehát nem lesz kicsi gépes sem. Nagyon jól meg van csinálva a pilóta fülke belseje. Most már végre tudom, hogy melyik pilóta, miből van a műszerfal a Kobinak a tartalék alkatrészei között. Ő alá szerintem nem lesz majd tartó létsz, tehát nem fogja tartani. Ugye egy az Amerikai Egyesült Államok légierejének pilotáját kapjuk hozzá. A 431. vadász squadron, a Dulag, a Leyte parti vadász századot, ami novemberben, 1941 novemberében regnált. A gépről, amit tudni kell, az ugye, hogy 1944 és 40 között az Amerikai Egyesült Államok légierejében volt, heavy fighter volt, tehát nehéz vadászgép volt, ugye nem könnyű vadász volt, egyfős legénységgel volt, a szárnyfesztávja az 15,8 méter volt, a hossza 11,53, és a magassága pedig 3,91 volt, a súlya 5806 kg volt, két darab Ellison V 1710 kötőjel római 3 per római per 113 motor hajtott, ami 1425 lóerőt adott le. A hajtótávolsága igen nagy volt, 2600 km volt. Az emelkedési sebessége 24,1 méter per szekundum, az nagyon-nagyon frankó, nagyon-nagyon jó. Maximálisan 13040 méter tudott fölemelkedni, azért az nem rossz, és hát sátáni a végsebessége az 666 km per órának felel meg,
ami 414 mérföld per órának. A gépnek a fegyvert az 4 darab 12,7-es, ugye 50-es Browning gépágyú, és egy darab 20 mm-es 787-es Hispano M per 2 gépágyú. Ezek a fegyverei vannak, a gépnek ezzel tudja magát megvédeni, és ezzel tud más gépeket likvidálni. Nos, nézzük is meg, hogy mit rejt a doboz ennyi duma után. Mert 6 perce beszélek már, és még nem láttunk semmit. Szoktuk ezt a dolgot megbontani. És akkor nézzük csak meg, hogy mit is rejt a doboz. Miért mindig oldalra vág ez a szik? Ez nem értem, hogy ez miért mindig így. Miért vágja meg mindig az egészet? De lehet, hogyha ezt elfeszíteném, akkor nem úgy vágna, hogy... Jó, hát lassan kibontjuk, mert látjuk, hogy eléggé zárták a lengyelek ezt a dobozt. Tehát a jobban járunk legközelebb, ha nem szikél várjuk fel, hanem egyszerűen feltépjük. Leszedjük ezeket a papírszalagokat róla. Jó. És akkor a kis már nem kell. Na nézzük, hogy mit kapunk ezért ebből a készletből. Szórjuk ki az asztalra. És milyen érdekes, hogy ez ilyen fajta volt még az összerakási füzet. Érdekes a szituáció. Ezt a dobozt rögtön meg is hajtom, hogy szoktam, hogy tudjam használni majd összerakási ikonatónak. Így mi. Így, ezt ide rakjuk. Ugye itt van rajta az invite code, amit éppen letakarok, és itt van maga a dolog. Ugye itt még levonókkal fogunk dolgozni, matricázni kell, nem padprinteres a dolog, az új már biztos, hogy az lesz. Ugye itt, amint látjátok, ugye amit láttunk, ugye a Tigris 131-es, amit megépítettünk, az megvan nekünk. A régi headszer, amit megépítettem, az itt van nekünk igazából, úgyhogy hát Rudit már nem tudunk venni, limited edition volt Rudiból is, de azt már nem hiszem, hogy lehet kapni. A TKS, meg a Howitzer az már megint csak a multi, ugye a 7TP és a multi már, úgyhogy lengyel kis tankocskákat sem akarunk építeni, ez a vége. 84 képet tartalmaz, ugye van egy kettes zacsink, amit félreteszek rögtön magam mögé, vagy mellé, és emellett van 1, 2, 3, hát nem túl sok. Van itt egy légcsavarunk, ugye azt félretesszük, de miért csak egy van, ezt nem értem. Hát ez érdekes lesz, mert egyet találtam, egy légcsavar csak. Megnézzük, hogy lenne is lenne még egy. Hát reméljük, hogy megvan minden alkatrész. Nekem ez mindig a furcsa szokott lenni, hogy nincs több. Belenézik a dobozba. Meg sem néztük, mikor készült. Látjátok, ez a fő probléma, hogy meg sem néztük, mikor készült. Benne van a dobozban a másik légcsavar. Keresztbe állt. Aha, jó, gyere ki. Szépen, finoman. Megvan a másik is. Na, most szerencsések vagyunk, kicsit elcsúszva, de látjuk a gyártási dátumot. Hát ez ugye nem mostani, mint látjátok, 2018 első hó 16-án 7 óra 26-kor készült Mielecsben. Úgyhogy hát ez nem mai modell, abszolút nem mai modell. Ugye most 2021
és év vége van, de majdnem 3 éves modellről beszélünk. Jó, szépen felvagdossuk a dolgot, és akkor az első alkalommal mennyit mondasz, hogy 6 darab zacskónak kell nekünk lenni. 6 darab zacsinak kell lenni, úgyhogy ezt szépen fel is vágjuk, és szépenjük a zacsikat. Ilyen nagyon szép ezüstös színű elemekből áll a zép. És akkor ezt összepattintjuk egy zacsiba, hogy meglegyenek. Na. Kicsit kétségbe estem, mikor megláttam, hogy nincsen csak egy darab lépcsavar, de aztán rájöttem, hogy csak jobban szét kell nézni a zacskóba, és akkor megvesz a másik is. Azért így boldogabb vagyok egy kicsikével, megmondom őszintén. Hogy meglett, mert ha nem lett volna meg, akkor hát eléggé lehangolt lettem volna, fogalmazzunk így. Jó. És kész is vagyunk a bontással. Na, sok nem is ment el a műsor időből, hála Istennek, úgyhogy sok mindent tudunk majd csinálni. Na. Akkor hajtsuk is szét a füzetünket. Szokásos módon meghajtom így, ahogy szoktam. És akkor következő megoldás kell nekünk. Azt mondja, most el is kezdjük építeni a gép szárnyait, amihez kell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2x10-es lapos ezüst színűből kell 6 darab összesen. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Ez az 3-3. Ugye ezt így össze kell tegyük. Egymás mellé. És szükségünk van fekete színűre, még pedig 4x4-esre, ilyenre, ebből 2 kell, hogy legyen. És ezzel össze kell fogassuk a szárnyakat, így rá kell tennünk ide, így van, a szélére. Tehát így kell megépíteni egy alkatrészt, jó? Ezt is ugyanúgy kell megépíteni. Ez az, nagyon jó. Rányomtuk. Jó. A következőre szükségünk van 4 darab 1x10-es ezüst színűre. A lámpa nem jó helyen van, és amiatt így mostabb lesz. Oké. Okay. 1, 2, 3 és 4. Jó, és 2 darab 1x4-es feketére. Ilyenre jó. Na, szóval ide kell tenni mögé egyet, és ide kell tenni mögé egyet, ez megvan, és úgy kell összerakni az 1x10-essel az egészet, hogy 3 bütyöknyire legyen rá csatlakozva ide is, meg ide is, jó? Ide és ide 3 bütyökre. Ide rakjuk ezt így, és a másikat pedig szintén fel kell tenni úgy 3-3 bütyökre, így ide. Nagyon jó. Amikor ezzel megvagyunk, akkor a fekete mellé oda kell tenni még az 1x4-est, így ide mellé kell tenni még egyik oldalra, és a másik oldalra is oda kell tenni, és ezáltal kész is lenne a dolog, ha rápattanna. Nagyon boldog lennék, de rá is pattant, nagyon jó. Oké, ez meg így van még egyelőre. Jó, most akkor kell nekünk ilyen fajta elemből kell 2. 1 és 2. És az ellenkező irányból is kell 1 és a másik. Új bútok csak megtalálom. 2 és kell 1x6-osból kell szintén 2.
ilyen ezüst színűből, ebből a fajtából, ilyenből. Jó? Oké, na. Következő a megoldás. Ide rakjuk ezt. A két darab egyszer hatost ide beteszitek, így egy és kettő. Ez majd összerakni, ez külön élmény. Aha, ja, ezzel kell összefogni, értem. Aha, jó. Nem. Nem, mögé kell tenni még. Mögé. Így. Ez egy külön élmény ezt megcsinálni, srácok. Ezt komolyan mondom, ez külön egy élmény. És emellé kell tenni így a dolgokat, de még semmit nem fogadtunk össze, tehát igazából ez a minden csúszik mindenhová. Hát ez még a kezdeti dolg, időszakban volt a Kobinál, és azt kell mondjam, hogy ez meglehetősen ciki, ez a dolog. Így, né. Na, jól van. Amikor ezzel így megvolnánk, akkor elő kell venni három darab 2x10-es ilyen fajtát. 1, 2 és 3-at. És most van az, hogy össze kell az egészet pattintani. Ezt a feketének a kezdőpontjára kell föltennetek. Így. És úgy kell megcsinálni, hogy ez az egész ez összepattanjon így. Tehát úgy kell állni az egésznek, hogy tökéletesen mindennek a helyének kell lenni. Így megvan. Jó. Na, nekem sikerült egyet ráilleszteni. Okés. A másikat pedig ugyanígy sikerül majd szerintem ráilleszteni. Így. Igen, nagyon jó. Most már tart. És utána a 2x10-est azt úgy kell betenni, hogy itt van ugye ennek a vége, és ide kell betennünk a 2x10-est, úgy, hogy lefogassuk az egész mindenséget együtt. Így. Na, miután összenyomkodtam, meg fogom mutatni. Tehát így kell föltenni, hogy ezt föl kell tenni ezzel egy színbe, és ugye maradt meg kettő utána, a másik oldalra szintúgy. És ide, ugye itt volt nekünk egy emögéket, és ezzel fogadtuk össze ezt az elemsort, ezzel a 2x10-essel így. Jó? Na, akkor fordítsuk meg. Oké. Ötös kép kell nekünk, 2x6-osból kell nekünk 2 darab, helyett 4. 1, 2, 3. És 4. Nagyon jó. 2x3-asból kell nekünk 2x3-as, itt van, abból kell 2. 1 és 2. Nagyon jó. És kell nekünk 1x6-osból még 2 darab. Azt mondja, hogy 1x6-os, azt mondja, hogy 1 darab. 1x6-os 2 darab. Jó. Amikor ezzel megvagytok, akkor a következő a módzat. Kezdjük el az első dolgot. 1x6-osat fölteszitek ide előre, így ide. Ide. Fölpattintjátok. Ez az. Megvan. Az egyik 2x6-ost azt ide pattintjátok mellé. Ide. Így. Utána fölteszitek a 2x3-ast, azt ebbe a lukba kell betenni, ide kell betenni. Mutatom, így ide. És ezzel összefogadtuk teljesen az egészet, látjátok, teljesen jól. Oké, és akkor a 2x6-os pedig ide jön majd mellé. Jó, a másikat azt összepakolom úgy, hogy ezt is összeraktam simán. Ide egyet, a másikat azt ide kell tenni. És ide kell tenni a 2x3-ast. Nagyon jó, és itt van a két darab. Mégpedig az elejéhez kell tenni. Így ezt. Igen. Nagyon jó. Na most, szükségünk van 2 darab 3x4-esre. Ilyen ez is színűre. 2 darab. Így van. Kell nekünk 2x8-as
szürkéből, vagy ez is kimérő kettő darab. Igen, és kell ilyen szárnyprofil. Az egyik az ilyen irányú lesz, a másik pedig az ellenkező irányú lesz. Jó. Lehet, hogy nem jó oldalra tettem, meglátjuk, hogy hogy is kell. Pont ellenkezőre kell tenni, így kell tenni. Jó. Na, utána, amikor ezzel megvagyunk, azt mondja, hogy a 3x4-est, azt fogjátok, és ide rakjátok, így ide. Így ide. A másikat azt pedig ugyanúgy a másik oldalon oda. Így. Megfogadtuk, tökéletes. És a 2x8-as pedig ide mellé kell csak így ide illeszteni. Jó, és ezeket a valamiket pedig föl kell tenni úgy, hogy pontosan mutatom, tehát pontosan, amit felraktunk, 2x10-es, onnan kezdődjenek. Ide kell az egyiket, és ide kell a másikat, jó? Ígyni. Ígyni. Ide került fel. Jó? És akkor ezt meg hagyjuk így egyelőre itt. Nagyon jó. Kell 4 darab 2x10-es. Azt mondja, hogy 1, 2, 3. Ugye ilyenből kell, lapos ezüst színű 2x10-esből kell 4 darab. Kell, azt mondja, 4 darab 2x4-es sima lapos, tehát amivel nem bütykös, nem sima. Ebből kell 4 darab, szintén 1, 2, 3, és 4. Meg vagyunk. Igen, és kell még, aha, olyan fajta, az hol is lesz? Az a cuccos. Ebben nincs. Ebben sincs. Ebben nem olyanok vannak. Nem olyanok vannak. Na, hol van az? Jó, megvan. Ilyen fajtából kell 2. 1 és 1, jó. Oké, na most. Következő a módszer. A 2x4-es simát, azt berakjátok így ide, az egyiket. Így, a másikat meg így ide. A lényege neki az, megint felemelem, hogy ezzel ez így színeljen, jó? Oké, és visszaraktam. Amikor ez megvan, akkor úgy kell csinálni, mutatom akkor tovább, hogy a következő 2x4-es azt ide kell tenni így. Így ide. Így. Hogy itt maradjon egy ilyen rész. Miért is? Ezért. Mert ez meg ide jön. Így. A másiknál szint úgy felrakjátok ezt ide. És ez az elem, ez pedig szint úgy ide jön. Jó? Ez így megvan. Visszarakjuk a helyére. Bepászítjuk a két darab 2x8-ast. És a 2x8-asra úgy toljuk meg, hogy fogjuk és ide rakjuk a 2x10-est. Így né. Egyszer. Ide a másik oldalra is föltesszük. Kétszer. Nagyon jó. És amikor azzal megvagyunk, akkor ezt a másik 2x10-es csak simán mellé rakjuk így ide. Fölpattintjuk. 1 és 2. Ez sem ez kicsi repülőgép. Maradjunk ennyibe. Jó. Na. Következő kép. Kell nekünk 4x4-es, ugye onnan tudjuk, hogy 3x3 van benne, ilyen fajtából kell 2. 1 és 2. Nagyon jó. Kell nekünk
Egyszer négyesből, ilyenből, kettő, egy és kettő, és kell nekünk, mindjárt mutatom a melyik fajta elemből, ezek mindezős színűek, ilyenből kell négy. Egy, kettő, három, na, hol van negyedik, meg van mindjárt, és négy meg is van. Jó, amikor ezzel megvagytok, ezt a 4x4-est, ezt ide kell beletenni. Ide így. Jó, másik a maraton. Ide. Ide így, jó? Ez ide megy bele. Így, né? Nagyon jó. A kis egységeket, az egyiket pontosan itt ennek a végéhez kell tenni így, a 4x4-essel ugye vonalba, és utána kimarad 3, 1, 2, 3 kimarad, és a legvégére kell tenni egy ilyet, jó? Így. A másikat ugyanígy kell megcsinálni. 1, 3 kimarad, és a legvégére felpattintod. Ezeket az 1x4-eseket pedig föl kell tennetek a szárnyakhoz, mégpedig úgy, hogy innen kezdődően, tehát ezt így kell föltennünk, így ide egyik oldalra, és a másik oldalra is. Jó. És ezzel meg is volnánk. Lapozunk. Jó. Jön a 9-es kép. A 9-es képhez szükségünk van 2x6-os mol 2-re, ilyenből, jó, 2-re, szükségünk van, ugye 1x1-es sima laposból 1-1 darabra, igen, még mindig ez a színűről beszélek, jó, kell, jó, kell 2x2-es fedél, tehát a 2x2-es simalapos ilyen fajta, ebből is kell egy és még egy, jó, ez is megvan, és most már csak az érdekes formájú elem kell, aha, ami így néz ki. Tehát ilyen, és alulról meg ilyen, ebből kell egy ilyen, és egy ellenkező fajta kell hozzá. Nagyon jó. Amikor ez kész, akkor fogjátok ezt a dolgot, és a 2x6-ost azt ide rakjátok az egyiket, így ide, a másikat pedig a másik oldalra, így ide. Nagyon jó. És utána ezt az ilyen fajta elemet ilyen formációban rakjátok föl, ugye, így nézzen ki ezt ide. Jó, amikor az megvan, hoppá, nem jól csináltuk, nem azt kellett volna tenni. Egyet ki kell hagyni akkor oda, egyet hagyjatok ki, ti úgy csináljátok. Jó, mindjárt kiveszem és akkor fölteszem, nagyon jó lesz ki. Tehát ugye maradjon ki egy-egy luk, mert az egy-egy luk véget oda fog menni a kis egyes valami, tehát ide fog menni az egyes, így kell felrakni, így lesz jó. Oké, és utána, amikor ez megvan, akkor ezt a 2x2-est pedig úgy, hogy itt maradjon ki egy, ide kell föltenni, jó? Így ide. Így lerakom az asztalra, mert jobban meg tudom nyomorgatni. Nagyon jó. Jó, na, most kell nekünk 2x3-as alap, ugye azt mondhatjuk, hogy ugye most ugye 2x3 ilyen van, akkor az azt jelenti, hogy itt 3 lesz, 3x4-es simából kell 4 darab. 1, 2, 3, 4 darab megvan.
és kell, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 2x6-osból 2 darabnak lennie. Jó, ez is megvan, oké, megvolnánk. Akkor a következő megoldás, a 2x3-osokat fölteszitek így ide, 1 és 2, és utána fölteszitek ide a 2x6-ost ide mellé, így. És a másik oldalon meg szintén, milyen szép, ez is csillog a gép, madár, annyira jó pofa, és a festés sikerült nekik, hogy hogyha tényleg a gép ilyenre lenne festve, hát nagyon szép lett, ez szerintem ez a, hát nem szép a zöld színű, hiába gömbölyű, nekem az nem tetszik, néztem a képen, nem tetszik. Jó, de ez csak én vagyok. Jó, 11-es kép jön, megint szükségünk lesz egy ilyenre, ami így néz ki, meg egy másikra, igen, ez megvan, abban így lesz majd szükségünk rá, okés, és szükségünk lesz egyszer ötösre, ha minden igaz, simára. Na nézzük azt, hol találjuk meg az egyszer ötös simát. Ez 4-es. Aha, itt lesz ez. Ugye onnan tudjátok, hogy egyszer ötös sima, hogy ez így néz ki alulról. Jó? Oké, és egy-egy kell belőle. Jó, az egyszer ötös simát, az egyiket ide kell tenni mindjárt mellé, ide így. A másikat azt meg a másik oldalra. Jó, oké. És utána ezt az elemet, ezt pedig ide kell tenni, így né. Ehhez, a másikat pedig így ide ehhez, jó. Megnyomkodjuk, és helyen van. Jó. Most BLM-nek hívja ezt, de ezt én most mondom, egyszer négyes, mert én ezt láttam, hogy ez egyszer négyes lesz. Elején nem mutatta, hogy BLM, meg ilyesmi nem. Na mindegy, csodás. Tehát ilyen fajta, de föl lehet mérni egy az egyben ugye megint, ja, igen, mutatta, hogy meg BLM, itt így hozta. Jó, és akkor van még egy ugyanilyen. Igen, ugye itt van kettő ilyen kell, és nem is kell más hozzá, plusz kell nekünk ilyen érdekes fajta elem, ami ilyen, ugye ezt aknának szokták használni egyébként, 1 és 2, ez megvan, és kell még, érdekében nem sorolja föl külön, de ilyen fajta elem kell, fekete, 2. Jó. Ezt össze kell kapcsolni, mégpedig vagyon, azért nem kell. Jó. Tehát ahol van rajta egy ilyen, lehet látni, vannak ilyen osztások, oda kell betenni ezt az elemet így ide, nagyon jó. És amikor azzal megvagytok, akkor a következő helyre kell föltennünk ezt a valamit. Ezt föl kell tennetek erre a pontra, jó? Nem tudom, mire jó így, de... Inkább az izével kéne? Nem az osztással kell csinálni, jó. Nem az osztással kell tenni, hanem a másik, tehát ide, ahol nincsen. Ide kell tenni, így. És akkor azzal, azt úgy kell tudtad megcsinálni, hogy fölteszitek először ide a... Ezt a valamit fölteszitek ide, így. Így fölteszitek a helyére. Amikor fent van, akkor ezt az elemet beletoljátok úgy innen, hogy belepattanjon. Így. Látjátok, és akkor megvan. Jó, csak figyelni kell, hogy nagy lukat kapjatok, tehát pont oda kell tenni, ahol nincs luk. Mert így egészen jól megmutatja az egészet. Jó, és a B elemeket, azt pedig ide kell tenni a szélére.
ezt így kell, itt tudjátok megcsinálni, mert ugye lenyomódna, mert itt alatta van egy kis hely. Nagyon jó. Oké. Onnan tudjuk, hogy jó, hogy itt maradt egy a végén. Lapozzunk a kés. Na, most a következő jön. Szükségünk van ugye ilyenre, még pedig kettőre. És szükség van szárnycsűrűlapra, ilyenre, szintén kettőre. Ezt össze lehet pattintani, ellenkező szinten kell összepattintani. Tehát úgy kell megcsinálni, hogy... Aha, így. Tehát így kell őket össze, az egyiket így, a másikat meg ellenkezőleg, jó? Mert egyik egyik oldali lesz, a másik oldali. Tehát így kell megcsinálnatok, jó? Oké. Amikor ez készen van, akkor ezt, ami így áll, ezt fogjátok, és ide föl tudjátok tenni, ide így. Ide föltettem. Összefogatom most már, egész jól. Ugye lesz most már működik a szárnak a csűrőlapja. A másikat pedig ugye látni fogjátok, innen így ide kell föltenni. Így, meg kell jól nyomkodni, hogy a helyére kerüljön. Ezt is rá kell nyomkodni, hogy minden a helyi legyen, és akkor ez így meg is van. Nagyon szuper. Oké. Azt mondja, hogy fordítsuk meg ezt az egészet, megfordítjuk, és keresni kell utána, azt mondja, hogy 2x2-es zöldet, ilyet, mégpedig kettőt, igen, és azt ide kell föltenni, ide így. Egy. Oké, a másikat pedig ide kell föltenni, így. Kettő. Meg vagyunk. Jó. Na most. Szerintem félre is tehetjük, mert most építkezés fog folyni. Szükségünk van egészen pontosan ilyen fajta elemből, még mindig ezüst színűből, 4 darabra, 1, 2, 3 és 4. Szükségünk van ilyen fajtából, ami 1x2-es, ebből 1 és 2-re, igen. És szükségünk van 2x2-es fedélre, 1 és 2-re. Jó, következő megoldás, ezt így összerakjátok, így. Tehát mutatom a módozatot, így. Innen indultok, és ezt így össze kell tolni a kettőt ide, ezt pedig hozzá kell tolni. És amikor ez így megvan, megfogjátok a 2x2-eset, és rápattintjátok összefogatni, jó? Ahogy ezt Móriczka elképzeli, de ha nem, az asztallapon nem megy, akkor megy a kezetekben, ott menni fog elvileg, gondolom én. Aztán nem biztos, hogy jól gondolom. Jó. Megvan, hogy most még fogadjátok, így belepattintjátok ezt ide, utána egy ilyet, így ide, egy, és ezt így ide. És ez jóval könnyebb, mint az asztalapon, jó? Jó, meg vagyunk ezzel, 15-ös kép. 16-os képhez kell nekünk két elem, mégpedig kettő ilyen. 2x4-es alapú, és ilyen döntött elemből kell kettő. Igen, és még kell 4 darab, ilyen ismét ez a két oldalas, jó? Tehát akkor kell az, hogy ez, és 1 és 2, és 1 és 2, és akkor ezt így ide. Jó, ezt hozzá kell toldjátok ehhez,
de a következő módon csinálom én. Megfogom, amíg kész van már, ezt a valamit ráteszem így. Így. Így néz ki. És csak rá kell pattintani. Ezt már megcsináljuk. Rá kell pattintani így ide ezt, jó? Ennyi. Így. Oké, a másikat meg ugyanígy meg kell csinálni. Jó? Így. Lesz kettő ilyenünk, és itt folytatjuk, a 16-os képpel elkészültünk, a 17-es kép fog következni. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtekintést, ha tetszett egy lájkot, azért suhancsatok föl rá. Én ennyi voltam mára, gyertek el legközelebb is, mindenkinek szép napot kívánok, sziasztok!